Az oktatásba vagy a munkavilágába való visszavezetés a célja az idén szeptembertől induló Dobbantó programnak. Alapvetően azoknak a tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerből leszakadó fiataloknak adhat egy második esélyt, akik már nem tankötelesek, de még nem töltötték be a 25. életévüket. A Dobbantó programról mindenképpen meg kell, hogy említsem, hogy nyilván, hogy nagyon nehéz úgy motiválni azon tanulókat, akik tele vannak már kudarccal, hiszen a 16 év úgy telt el, hogy nem sikerült elvégezni az általános iskolát. Őket nagyon nehéz motiválni, ösztönözni, újra becsalogatni az iskola világába. Erre is egy nagyon jó lehetőség van, ezen diákok ösztöndíjba fognak részesülni, ami a mindenkori minimálbér 5%-a. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen arra sarkalja a diákokat, hogy érdemes tanulni, érdemes újra nekivágni, és bízzanak magukba ezek a diákok, akik ezt a programot választják, és úgy gondolják, hogy még nem késő, márpedig én azt gondolom, hogy sosem késő, és mindig érdemes egy új lehetőségbe belevágni. És hogy miért pont a mi iskolánk kapta ezt a lehetőséget. Miért pont nálunk van ez a Dobbantó? Miért a mi pedagógusaink hozzák lendületbe a tanulókat? Ennek azt gondolom, hogy egyetlen magyarázata van, hogy mi rengeteg ilyen programba benne voltunk már. Annak idején a szakképzési híd programokban is benne voltunk, és a visszaigazolás az, hogy el tudták végezni a tanulók, hogy újra örömmel jártak iskolába azok a tanulók, akik ilyen programok során minket választottak. Tudjuk ösztönözni, kitartásra bírni, felkarolni ezeket a tanulókat. Az igazgatónő szavai szerint valamennyiünknek szüksége volt, vagy lehet egy kis lökésre, dobbantásra életünk során. Az említett korosztályba tartozó tanulók a lendület mellett államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést is szerezhetnek a programban. Ha te belépsz az osztályterembe, akkor sokszor nem látod, hogy most ki a tanár, hol van. Nincs olyan, aki ott áll, hanem lehet, hogy a gyerekek között ül, fogja a kezét. Nagyon sok tanóránk kétszemélyes tanári modellel valósul meg. Ez pont azért van, hogy van egy tanár, aki az órát viszi és vezeti, és a másik tanár pedig segíti a lemaradókat, illetve segíti a vezető tanár szerepét. Ezáltal sokkal hatékonyabbak tudunk lenni, és sokkal eredményesebb. A gyerekek érzik, hogy nem kívülállóak a tanórán, részesei a tanórának, ami nagyon fontos, hiszen ezek a lemaradó, lemorzsolódó, iskolából kisodródó gyerekek, azért általában hátsópados gyerekek voltak. Nem volt sikerük. Most őket úgy integráljuk vissza az oktatás világába, és akkor a társadalmi elvárásoknak megfelelő kommunikációval, viselkedés kultúrával igyekszünk mutatni, ösztönözni, együtt csinálni, együtt működni, hogy ez egy komplett legyen, és komplett képet kapjanak. És tényleg a végkimenet, akár egy éves a program, akár amikor két éves programokat csináltunk, akkor egy sikertörténet. Az oktatási hivatal szerint 56 ezer diák küzd beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézségekkel. Nálunk szakmát is tudnak tanulni a diákok. A 8. osztály elvégzésével rengeteg szakmát hirdettünk, és rengeteg szakmára várjuk a tanulókat, az érdeklődőket. A 2020. szeptemberétől építőipar ágazatba, gépészet ágazatba és szociális ágazatba várjuk a tanulni vágyó fiatalokat. Aztán, aki már szakmával rendelkezik, és az utána itt érettségit is tud szerezni, 2 év alatt tudjuk az érettségire felkészíteni a diákokat, nappali és esti munkarendben egyaránt. És természetesen az iskolánk az nem zár be a délutáni órákba sem, sőt azt tudom nektek mondani, hogy benépesül, hiszen délután pedig a felnőtt oktatás
felnőtt oktatás keretében népesítjük be iskolánkat, és rengeteg felnőtt tanulni vágyó, fiatal, felnőtt, idősebb generáció jön, és szerez egy újabb szakmát. Rengeteg technikus képzésünk van. Például gépgyártás technológiai technikus, épületgépész technikus, magasépítő technikus, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző. Az idei évben el szeretnénk indítani a fotográfust, illetve a sportedző képzéseinket, de a felnőttek számára nem csak technikusi képzéseket tudunk kínálni, hanem ugyanúgy szakmákat is, kézzelfogható szakmákat is, ami egy hegesztő, ács, bádogos, festő, mázoló, tapétázó, köműves. Tehát egy szóval, aki tanulni akar, aki tanulni szeretne, az jöjjön és válasszon minket, mert mindenki számára tudunk biztosítani valamilyen képzést, és még egy nagyon fontos, hogy mindenkit szeretettel várunk, és higgyék el, hogy a tanulmányaik alatt pedagógusaink elkísérik, és itt mindenki célba fog érni. Mindamellett, hogy mindenkit szeretettel várnak, mindenkit szeretettel is várnak.